A pokol konyhája előző részében, amikor egy tűzoltókból álló banda beviharzott a városba egy jótékonysági motorozáson. Farkas éhesnek tűnnek. A szakácsok tudták, hogy csapatban kell dolgozni. Sietnünk kell, de dolgozzunk hibátlanul. Versenyeztek, hogy melyik csapat tud először enni adni nekik. Sorozatban négyszer veszítettük. Mindent megtennék a győzelemért. Josh őrületes tempója megadja a kékeknek a kezdőlökést. Hadd csirke, hadd steak! Fogd be, öntsd ki az italt! De Millie összefogta a csapatát. Kellik 3 csirke és 3 steak. A vöröseknél 10 csirkéje nyers. És a csirke nyers. Hol van az étel? És Sara szétszórtsága. Ketchup, ketchup! Ott van a ketchup, Sara. Bomlasztja a vörös csapatot. Uraim, remek! Végre! Ez az! A kékek, baby! És a veszteséget? Ez több, mint zavaró. Meg ön nem képes elviselni. Mindjárt jelölöm magam, hogy már hazamehessek a francba, és ne érezzem magam ilyen gázosan. A vacsoránál? Két lazac, két Wellington. Egy elszánt Megan uralja Sarát. Tedd oda, ahol a francos meleg van. Figyelj a cseszett sóra! Igen, hölgyem. És a vörös csapatot? Allison, majd szólj, ha menned kell. Vettem. Mintha ő lenne a főnök, mi meg a csicskák. Végül sikerre viszi. Vörös csapat, tökéletes a hús és tökéletes a hal. A tálalás olyan, mint egy jó szex. Baromira kellett már nekünk. Nekem kellett. A két csapat bal szerencséjére. Túlfőtt! Sem Nick. Gyerünk! Igen, uram. Sem Brandon nem remekel a halpultnál. Nyers! A lazac olyan nyers volt, hogy még úszott. Így elküldték őket a konyhából. Te és te, kifelé! Millie a veszteség miatt fúj Brandonre. Mindig mást értesz, mint amit mondok. Még égetni sem tudsz. Mi a túró? Végül a fiúk kiszavazzák. Brandon. És? A másik jelölt Nick lett. Ramsey séf választotja. Brandon. Akinek immár nincs esélye rá, hogy séf legyen a Caesars Atlantic City-ben. Sara. Joshua. Allison. Michael. Christine. Millie. Megan. Randy. Monique. Cameron. Brandon. Krissa. Brett. Michelle. Nick. Mika. Adam. T. A pokol konyhája. A pokol konyhája mai adásába. Tűnjetek innen! Hölgyek, jó ét! Szép volt! Josh! Igen, uram? De szent szó! Mi a franc történt ma este? Leengedtem. Nincs mentségem, szépítenem kell. A lényeg az, hogy nem a gyengeség jele segítséget kérni. Igen, uram. Nyílj meg! Ez a lényeg. Köszönöm, uram. Azt akarja, hogy kapjam össze magam. Hozzam a legjobb formámat. Többé nem okozhatok neki csalódást. Kizárt. Megígértem. Nem csalódhat bennem. Megígértem. Éhes vagyok. Hol van Josh? Ez a tiéd, ez a tiéd. Nem akarom, hogy Zizinek tűnjek, de magamban beszélek. Nem okozhatok csalódást. Csak azt mondogatom, hogy értem, hogy megígértem. Ideje felfednem a szörnyet. Gyerünk! Josh ma nem vacsorázik? Mi a franc folyik itt? Nem tudom, Josh egy szörnyeteg. Komolyan aggódom miatta. Már értem, ez az enyém. Még itt vagy? Gyerünk! Jót csevegtünk! Mindkét csapat frissen kezdi a napot. Rendben, srácok, gyerünk! Tudják, hogy minden alkalmat meg kell ragadniuk, hogy lenyűgözzék Ramsay-t. Jó reggelt! Jó reggelt, séf! Szerencsémre sok országot bejártam világszerte. Ilyenkor új ötleteket szedek fel. Az egyik hely, ahová különösen szívesen mentem, egy olyan ország, ami a legjobbak közt van filozófia, művészet és építészet terén. Sőt, a konyhája is jó. Az ország, amiről beszélek, Görögország. Greece.
Imádom a görög táncosokat. Gyerekként minden évben voltam görög fesztiválon. Óriási móka. Bárcsak csatlakozhatnék hozzájuk. Micsoda cipők! Hajrá! Nem az én stílusom. Legfeljebb bár micvá alkalmával táncolok kart karba öltve a rokonokkal. Hoppá! Nem vagyok oda a táncért, de ha már, akkor inkább egy jó kis floridai pörgős zenére szavaznék. Hát nem csodásak? Szép volt. Jó, Mili, te jössz. Passzolok. Ma azt nézem, milyen kreatívak vagytok a görög ételek terén. Igen, séf. Nem jártam Görögországban, és még nem ettem görög ételt. Ez mind új nekem, úgyhogy... Mindnyájan kaptok egy szép húsféleséget, ami jellemző a görög konyhára. Amint látjátok, 6 tál van előttetek. Kérek egy valakit a vörös és egy valakit a kék csapatból, hogy álljon az egyik mögé. Akivel ugyanahhoz a tálhoz álltok, az lesz az, aki az ellenfeletek lesz ennél a feladatnál. Világos? Igen, séf! Álljatok a tálakhoz. Most. Megan a legjobb a pirosaknál. Az első fogás óta holt versenyben vagyunk. Csodálatos. Egyértelműen 5 pontos. Köszönöm. Gratulálok, Megan. Szép munka. Köszönöm. Szép volt. Ha legjobb akarok lenni, így a legjobb ellen megyek. Úgy, hogy hadd szóljon. Akkor tisztázzuk a dolgot. Joshua és Allison az első pár. Emeljétek fel. Remek. Egy gyönyörű bárány. Michelle és Brett. Készen állsz? Gyertek. Homár. Igen, a homárhoz nagyon értek. Michelle-nek ezúttal esélye sincs ellenem. Millie, Megan. Egy finom tintahal. Klassz. Egy kicsit megijedtem, mert még sosem láttam tintahalat. Ti és Randy. Mi a francot fogunk kapni? Csirke. Hál' Isten. Örülök, hogy nem kalmár. Sarah és Nick. Karthal. Adam és Krisztin. Sertés. Jó. Van egy kefi nevű görög szokás, a tányértörés. Ezúttal ti fogtok tányért törni az étkezőben, hogy a hozzávalókhoz jussatok. Oké. Tányértörés? Ezekkel az őrültekkel? Andy és James, gyertek, lássuk. Hadd mutassam be, hogy hogyan kell. Tányér. Vicces lesz. Ez most komoly? Tehát az én hozzávalóm finom görög olajbogyó. Oda rohantok a csapatotok táblájához, és a húsotok mellé teszitek. Készen álltok? Igen. Igen. A 7 perc most kezdődik. Gyerünk! Gyerünk, Josh, hajrá! A fenébe! Szívás! Narancs, ez most vicc? Mihez kezdjek narancssal és bárányhússal? Egyáltalán nem tűnik görögnek. Gyerünk, Sarah! Te jó ég! Ijesztő! Édes burgonya. Gyerünk, Brett! Krémfeta. Amikor megkaptam a fetát, beájultam. Azonnal tudtam, mit fogok főzni. Gyerünk, hajrá, Brett! Gyerünk, gyerünk! Futás, Michelle! Gyorsan! Hajrá! 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 Erősebben, erősebben, Michelle! Hajrá, Michelle! Jól van, értem. Kiwi! Kiwi! Hajrá, mozgás! Gyerünk, Randy! Kuskusz, kuskusz! Fuss, Allison! Fuss! Olajbogyó, klassz! Pisztácia, ez az! Menj, Michelle, menj! Jól van. Miközben törtem azokat a tányérokat, padlizsán! Fogalmam sem volt, mi a francot tegyek, mert egyik sem ment a másikhoz. Egyik sem jó. 90 másodperc maradt. Menj, Nick! Nem is nézek a hozzávalókra, csak tányért török. Most én jövök, én jövök! Hulknak érzem magam. Josh, zúz! Gyerünk ti! Görög dinnye! Gyerünk! 5, 4, 3, 2, 1, és vége! Szép volt, lányok! A mindenit. Micsoda felfordulás! Vörösök, kékek! 40 percetek van, hogy főzzetek egy finom görög fogást. A 40 perc most kezdődik, gyerünk! Ennél a feladatnál a séfeknek csak 40 percük van, hogy a véletlenszerűen kiválasztott húsféléből egy ízletes fogást varázsoljanak. Görög módra. Hol van a tök? A tejszín. Miközben csak a táblán látható hozzávalókat használják. Döntsétek el, melyik hozzávaló megy a húshoz. Igen, uram. De nem mindegyiket kell felhasználni. Randy, te meg miben mesterkedsz?
Azt még nem tudom. Megpróbálom a magam módján összedobni a cuccot. Nem feltétlenül tudom, hogyan szeretik a görögök. Úgy csinálom, ahogy Randy szereti. Mintha elszabadult volna Randy. Egyszerűen nem tudok mellette dolgozni. Már csak 25 perc van hátra, értitek? Igen, uram. Sziasztok! Kaptam pár fura hozzávalót, például padlizsánt, endíviát, kivit. A kivitől mondjuk viszket a kezem. Nem hinném, hogy a padlizsán megy a rákhoz, úgyhogy azt nyilván ejteni fogom. Szép kivi. Már csak 10 perc. 10 perc? Úgy van. Köszönöm, séf. Eddig nincs gond. Úgy értem, mindent összedobtam, a bárány sűr. Kevés az időm, de úgy érzem, menni fog. Hogy érzitek magatokat? Jól, és te hogy állsz, Josh? Kiteszem a lelkem is. Még 2,5 perc. Tálaljatok, gyerünk, Josh. Fenébe. A bárányom mindjárt elkészül. Már csak 1 percem maradt. Fél percetek maradt. Francba. 1 percig pihentetnem kell az ételt. Még nem készült el. Ha a hús nem pihen, összevérezheti a tányért. Kezdjük. 5, 4, gyerünk, gyerünk. 3, 2, 1, és tálalás. Szép volt. Nem egyedül értékelem a fogásokat. Meghívtam egy különleges vendéget, aki épp most érkezett New York Cityből. Egy Michelin csillagos séf és a Kefi étterem tulajdonosa, ahol ízletes görög ételeket kínálnak. Üdvözöljétek Michael Psilakist! Rég láttalak. Jó ég. A Michelin csillagos Michael Psilakis. A legjobb, ha görög ételről van szó. Egy kicsit most összehúztam magam. Kezdjük a bárányjal vívott csatával. Halljuk. Gyerünk, Alison! A séfeket Ramsay és Psilakis séf is értékeli. Mindketten 1-től 5-ig adhatnak pontot, ahol az 5 jelenti a kitűnőt. A kreativitásuk és a görög fogás autentikus volta alapján ítélkeznek. Séf, ez egy tahinivel marinált bárány görög joghurttal töltve. Látványra meggyőző. Úgy van, de eléggé túl van sütve. Micsoda szégyen. 1-től 5-ig hány pontot ér? 3-at adok. Igen, séf, köszönöm. Én is 3-at adok. Kicsit túlsült. Josh, kérlek. Ez sült bárány, 3 színű kuszkusszal, kandírozott narancssal és almával. Mi ez a folyadék? Az ott vér. Jaj, ne! Mintha véres bárányleves lenne. Szándékosan csinálta? Nem volt szándékos. A bárány nem sült meg, mintha kutya rágta volna meg. Szörnyű, ezt nem tálalnám fel. Ez 1 pontot ér. 1. Tőlem is 1. Ez elég gáz. 2 szörnyű fogás sorozatban. 6-2. Össze kell szednem magam, ha maradni akarok. Jöjjön a rák! Nyűgözzenek le minket! A fiúk már 4 pont hátrányban vannak, de Brett reméli, hogy szépítenek a görög módra készült grillezett rákkal. Bevallom, hogy csodás fogás volt. Köszönöm. Gyönyörűen átsült. 4-et adok. Köszönöm. Egyetértek. Szép volt. 10-ből 8. Michel. Michel reméli, hogy a hozzávalók szokatlan kombinációja meggyőzi majd a bírákat. Kicsit fura együtt az endívia a tejszínnel. Ez egyszerűen nem görög. Látott valaha kivit görög ételben? Nem, séf. Én sem. Séf? Ez 1 pontot ér. Én 2-t adok. Köszönöm. Kiwi és endívia. A tervnek már ekkor annyi volt, Michel. Brett, ez szép volt. A kék csapat szépített. Szexi. A csapatunk ismét játékban van. A lányok 1 pont hátrányban vannak. Kalmár! Megan diópürével tálalja a kalmárt. Igazi görög étel magasabb szinten. Köszönöm. Nagyon illatos. Ez egy erős 4-es. Tőlem 5-öt kap. Köszönöm, séf. De Millie reméli, hogy az édesburgonyával tálalt kalmárjával végre legyőzi Megant. Épp hogy lemaradt. 3-at adok rá. Igen, egyetértek. 3. Megan, szép volt. Ismét veszítettem ellene. Megan, jobb, ha vigyázol. Ha kapok még egy esélyt, azt nem úszod meg. Jöjjön a csirkecsata. Lássuk. Most T és Randy következik. T kellel töltött csirkét készített édesburgonya pürén tálalva. Szépen van megtöltve. Nagyon szépen kidolgozta. Hány pontot ér? 1 erős 4-est adnék rá. Klassz. Köszönöm. Én 3-at. 5-ből 3-at. Szép volt. Randy első görög fogása serpenyőben sütött csirke padlizsánnal és új krumplival. Kicsit ideges vagyok. Ne köpjék ki. Ne köpjék ki, kérem. Nos, ennél görögösebb nem is lehetne egy étel. Mintha otthon lennék. Mintha otthon lennék, olyan az íze. Séf, hány pont? Ez 5 pont.
Köszönöm, séf. 5. Ez az rendi. Köszönöm, ez nagy szó. Hú, szép volt. Ki ez a fickó? A vidéki süttyó rendi beletrafált. Na, így kell ezt csinálni. A fiúknak 26 pontja van, a hölgyeknek 25. A srácok feltörtek. Jöhet a sertéscsata. De Christine sertéskebabot kínál szőlő és füge szósszal. Mintha édesanyám főzte volna. Ízletes. Mindkét bírát lenyűgözte. 4-et adok rá. 4 pont. Szép volt. Köszönöm. Ez az Christine. Sült sertés basmati rizs. Eddig ez a legjobb fogásod. Köszönöm szépen. Ő is sikert arat. Erre 5 pontot adok. Igen, köszönöm, séf. 5 pont. Igen, köszönöm, séf. Gratulálok. Két remek. Köszönöm. Szép volt. De a férfiak megőrizték az előnyüket az utolsó körig. Az utolsó. 36-33. Az utolsó. Gyerünk, Nick! Most minden Nicken, Sarán és a görög karthalukon múlik. Most minden rajtam áll. Ha most veszítek, cserben hagyom a csapatomat. Ez nagy felelősség. Sarah, mondd el, mit főztél. Ez románó és garbanzó bab, fetával és caprival. Nagyon szépen mutat, de szerintem a karthal nem elég fűszeres. Többet vártam. Értem. Erre 3-at adnék. Francba. Vizuálisan szinte tökéletes. Nos, 4 pont. Köszönöm. 4 pont. Jó, Nick. Csak 4-jel vezetünk. Nick az utolsó versenyző. Ezt meg kell nyernie. Értünk. Ez grillezett karthal oregánóval, olívaolajjal, sóval, borssal és fokhagymával marinálva. Szinte azonnal otthon éreztem magam, de sajnos nagyon túlsült. A szívem leszállt a herezacskomba. Nem veszítjük el a francos versenyt. Én 2-t adok, mert nem katasztrofális, de nem is jó. Ez a vége. Ott is izzadok, ahol nem kellene. Ezt nem veszíthetjük el. Hármat adok rá. Igen! Szép volt! Csapatként tudtunk győzni. Végre kijutunk ebből a francos házból. Mindannyian köszönjük meg ennek a csodálatos séfnek, hogy elutazott ide New Yorkból. Sok sikert. Köszönjük szépen, séf! Kék csapat, lehetőségetek nyílik egy kicsit kiereszteni a gőzt. Hála Istennek. Gumit égethettek, miközben fej-fej mellett versenyautóztok. Ez az! Gokártozni mentek. Miért olyan furcsa, Brett? Nem tudom, mit csinál. Komoly gyorsulásnak lesztek kitéve. A magas oktánszámú délutánotokra Miss California kísérel titeket. Igen! Jó mulatást és tűnés. Igen, séf. Szép volt. Hölgyeim, az egész csapatra nehéz délután vár. Úgyhogy óvatosan emeljétek fel a tányér darabokat. Vigyázzatok az ujjatokra, kelleni fog ma este. Igen, séf. Végül kitakarítjátok a konyhát az esti forduló előtt. Úgy van, ma este kinyitunk. Indulás. Ez kiszúrás. Gyerünk, srácok! Uraim, indítsák be a motort! Vagy szagolom a fickókat, vagy próbálkozom egy kicsit. Kész? Rajt! Viszlát, Brett! Viszlát, Nick! Szia, Millie! Én fogok nyerni, hála Miss Kaliforniának! Hey, Mizu is! Csak figyeljetek! Ember! Miss California elvonta Josh figyelmét, így Randynek volt esélye nyerni. Gratulálok, Randy, nyertél! Köszönöm! Randy! Igen, szerintem Dodge-emmel nyertem volna. Porszívó kell a kis szilánkokhoz. Hol van a porszívó, tudjátok? Ott van. Hol a konnektor? Azt nem tudni? Konnektor. Hol van a konnektor, tudjuk? Nézd körbe! Úgy érti, találd meg! Srácok, hol a konnektor? Srácok, de most komolyan, hol van a konnektor? Én is annyira tudom, mint te. Képzeld, eldugtuk előled. Nem találom a konnektort, ti miért nem tudjátok, hol van? Hát, mert mi sem tudjuk. Nyisd ki a francba a szemed, és keresd meg, Sarah!
Nem tudja valaki, hol van a konnektor? Miért nem segít megtalálni valaki a konnektort? Nézd, itt van egy. Te atya ég, itt van. Halló! Láttam. Van hosszabbítónk? Te atya ég, úristen. Hé, valaki. Atya ég. Miután meghajtották a versenyautókat. Randy, hogy érzed magad? Lesz ma este egy újabb előadás? Persze, csapjunk bele! A srácok alig várják a vacsoraidőt. Jól vagy? Hát persze. Veled mi a helyzet? Én is. Szuper. Kezdjük. Miközben a lányok eltökélték, hogy szépítenek a délelőtti vereség után. Milli? Igen, Chief? Csak egy percre. Nem tudom, mi fog most történni. Ha kihívnak a kamrába, sejted, mi jön. Hatalmas csalódás. Nem szeretném, ha leeresztenél. Ha veszítesz, az visszaüt. Érted? Igen. Nem tudom, miért vagy bizonytalan. Minden rendben? Igen. Mire gondolsz? Egyszerűen csak több tapasztalat kell. Ennyi. Te alábecsülöd magad. Tudsz főzni. Igen, uram. Főzöl. Igen, uram. És gyorsan tanulsz. Higgy magadban egy kicsit. Nem tudom, miért bizonytalanodsz el. Állj talpra. El kell felejtenem a történteket, hogy arra koncentráljak, ami most. Érted? Igen. Jól van, köszönöm. Ramsey Chief sokat vár tőlem. Nem okozhatok csalódást, küzdenem kell. Most van itt az ideje. Gyerünk, Marino. Igen, Chief. Nyisd ki a konyhát. Subito. Miközben a pokol konyhája megtelik világszínvonalú fogásokra vágyó vendégekkel. Fésű kagylót akarok. Mindegyik séf rendkívül feszült. Íme, hölgyeim, 4 teríték az 50-es asztalhoz. Egy különleges előétel, 2 adag risotto és egy görög saláta. Igen, uram. Ma este a megszokott menühöz Ramsey Chief hozzáadott egy különleges sült polip előételt, amit a kék csapattól Josh és a vörösektől Michelle készít. Üdv, hölgyeim. Egyes asztal 4 teríték, egy különleges előétel, 2 risotto. Igen, gyerünk, Chief. Emberek! Gyerünk, srácok, gyerünk, gyerünk! 3 perc a 2 kagylóra. Mennyi, Nick? 3 perc, Adam. A kék csapat megállíthatatlan. Megnyertük a mai versenyt, és tökéletes vacsorát fogunk adni. A vörösek bajban van. Vigyázz, mögötted! Forró, köszi. Nagyon szép risotto. Tálalás. Kagyló. Tehát kagyló. Jó, mehet. Gyerünk, hajrá! Köszönöm. Mehet. Köszönöm szépen. Szívesen, jó étvágyat. Vigyázz, rákfarok! Vigyázz, rákfarok van a mehet kezemben! Ki. Gyerünk, gyerünk! The Blue Team. A kék csapatot Nick vezeti az előétel készítésekor. Csak itt tovább, Nick! Ez az! Igen, uram! Eközben a vörös konyhában... Meddig tart? Most ti a főnök. Még 30 másodperc, Chief. Ti mindent megtesz, hogy a női csapat is jól startoljon. Ön mögött van. Nagyon szép a risotto. Igen, Chief. Rákfarok. Igen, Chief. Rákfarok. Mindenki jöjjön ide. Igen, mindenki. Rád is vonatkozik, Sarah. Fogjátok meg. Ez jéghideg. Jéghideg. Jéghideg rák. Gyerünk már, Ellison. Sajnálom, Chief, az első hiba. Ezt nem hiszem el. Ellison, ez az első asztalé. Ez jéghideg. Igen, uram. Hogyan küldhetnék ki hideg rákot a risottóhoz? Ez hülyeség volt. A rák, uram. Ellison. Hölgyeim. Igen, uram. Nézzétek a rákom színét. És szagoljátok meg. Ez amatőr. Amatőr főzés. Mintha vajban sült volna. Mi történt? Maradj ott. Nem, nem. Te úristen. Baszk. Francba. Megégett a vaj. Nézzétek a rákot. Megégett a vaj. Láttam, hogy megégett a vaj. Ez ostoba hiba volt. Ki kellett volna cserélnem és tovább lépnem. Kérek még pár percet. A vörös csapat csessze meg. Segítsek neked? Köszönöm. Nem kell? Jól van. Először hideg volt a rák, aztán megégett a vaj. Nagyon gáz, de Ellison jobban tudja. Gyerünk, Ellison! Ott van mögötted. Ellison, gyerünk! Ha látsz valakit, aki gyengébb, akkor segítesz. Gyerünk! Átveszem az irányítást. A csapatomnak egy vezető kell, úgyhogy én leszek az. Tálalás!
Nagyon finom. Megérte várni. Alig több, mint fél óra telt el. Nicknek és Brettnek hála, jól haladnak. Jelezzétek, ha elkészültek a Wellingtonok, jó? Igen, uram, kettő megvan. A férfiak az első előételnél tartanak. Mintha folyadék lenne. Készen van a Wellington köret. Két Wellington. Mintha folyadék lenne, egy francos massza. Ez nem mehet ki. Három perc. Három perc? Leállni. Egy folyékony masszát látok. Nézzétek meg feltállalva. Még a szószok is sűrűbbek. Ez leves, séf, leves. Hé, gyertek ide, gyorsan. Azonnal kérek az ablakba egy Wellington köretet. Bealom. Mi folyik itt? Nem én voltam. Ki főzte? Nem tudom. Ki tett tejszínt bele? Nem tudom. Fogalma sincs? Nem én voltam. Tudnom kell, ki volt az. Nem én voltam, séf. Nem tudom. Nem tudom. Miért nem kérdezed meg a csapatot? Attól függetlenül, hogy bazi nagy gáz van, beszélned kell velük. Nem gondolod? Igen, séf. Jól van, itt vagyok. Hé, kék csapat! Ki tett tejszínt a burgonya pürébe? Az igazat? Ki tette bele a tejszínt? Ki tette a francos tejszínt a krumpli pürébe? Te voltál az? A tej a kis kancsóban van. Ki tette bele? Nem én voltam. Ki tette bele a tejszínt? Ez egyszerű kérdés. Mi a franc folyik itt? Rendben, mehet a köret. Nyilván Randy tett tejszínt a pürébe. Be kell vallania, mert nálunk nem dolgoznak szellemek. Az itt a gond, hogy nem érdekel, ki tette bele. De nem kell bele. Igen, séf. Miközben a kék csapat belesüpped a tejszínes burgonya püré körüli csatába. Egy percen belül készen van a köret. A vörös csapat folyamatosan küldi ki az előételeket az asztalokhoz. Eddig a risotto ízlett a legjobban. Egy branzino, egy bárány, ugye? Igen, séf, már is. És most Christine küldi ki a köretet a vörös csapat első fogásához. Gyerünk, gyerünk! Mi a franc? Ez nem lehet. Hé, te, gyertek ide. Az égett anyag az edény aljához tapadt. Bazira megégett. Kóstoljátok meg ezt a pépet, akár a bébi étel. Ez pép. Mit csináltál, Christine? Sajnálom, séf. A köretre két perc is elég. Padlizsán, küldöm, séf. Emberi mikrohullámuként felmelegítjük az elkészült ételt. Ez a padlizsán nyers. Keserű, nem sült meg és kemény. Ez nyers. Ez nyers. Sajnálom, séf. Tedd fel a grillre. Hallottam. Miközben Megan a szárnyai alá veszi Christine-t a köreteknél. Csak a falat nézd, dolgozz. A kékek konyhájában. Randy, ez már jobb. Randy püréje már megfelel Ramsay séf elvárásának, és a két csapat folyamatosan küldi ki a készfogásokat. Négy adagot rendeltek a 12-eshez. Két branzino és két Wellington kell. Igen, séf. Gyerünk. Egy perc és kész a köret. Túl gyorsan dolgoztam, és nem vettem észre, melyik részén van lezárva a Wellington. Mivel ott kell felvágni a tésztát. Meg vagy, Millie, viszem a köretet. A Wellington kész. Jól van, most megy ki a köret. Nagyszerű. A ***os francba. Feladom. A francba, gyertek ide. Te voltál, Millie, igen. Jövök. Mi a gond ezzel? Rosszul vágták fel. Rosszul vágták fel? Ez nagyon feltűnő hiba. Millie általában tudja az ilyesmit. Tőle többet vártam. Mégis mi a fene van? Egyszerűen nem értem. Mintha két bejárati lépcső lenne. Ma olyan alapvető hibákat követünk el, hogy nem értem, hogy miért. És tudjátok, mi a gond? Igen, séf. Nem hittem, hogy csak azért visszaküldi, mert rosszul vágtam fel. Van még egy adag, mindjárt kiküldöm. Van még egy Wellington. Igyekez. Jó. Miközben Millie gyorsan felvág egy újabb Wellingtont, remélhetőleg ezúttal jól, a vörösek konyhájában Megan... Kavard és forrad, kérek bele még levet. Továbbra is utasítgatja Christine-t, és elkészülnek az első fogásokkal. Egy bárány, két Wellington, ugye? Igen, séf. Ramsay séf most Sarah-ra figyel a húspultnál. Már is megy, séf, már is megy. Wellington és bárány, már is. Ez nem sült meg. Még 4-5 perc kell. A bárány túlfőtt. Hagyjátok abba! Gyertek ide! Tudja valaki? Megön, kérlek! Forró, valaki, kérem! Mi a franc folyik itt? A Wellington nyers maradt. Még nyers középen, és a bárány túlfőtt.
Sarah megtanulhatott volna főzni, mielőtt idejön. Vissza a sütőbe! Friss bárányt! Igen, séf. Miközben Sarah tanácstalannak tűnik a húsoknál, a kékek étkezőjében mindenki elégedett. Még soha nem ettem ennél jobbat. Wellington? Igen. A férfiak remélik, hogy továbbra is így lesz. Kérek két branzinót és két csirkét. Igen, séf. 1 perc 10 másodperc a branzinóra, jó? Köszönöm. 1 perc 10. Minden rendben? Igen, persze. Már régóta vágyom a halpulthoz. Az első vacsora óta nem voltam ott. Az katasztrofális volt. A branzino jól néz ki. Ha készen vagy, kiálts egyet és kiviszem, jó? A branzinót összehozzuk. Kösz, Millie. Jó veled dolgozni. Imádom a branzinót, és nekem kell elkészítenem. Branzino! Branzino és citrom. Nagyon forró. Csak próbálkoztok. Hé, kapjátok össze magatokat. Kérlek. Sajnálom. Nézzétek, ránézésre mi a gond ezzel? Nézzetek rá! Eltérő a két oldala. Nem sült meg a másik oldala. A francba veled. Mi a baj vele? Nézzetek rá! Túl sok az olaj. Már érted? Túl sok az olaj. Túl sok az olaj. Sajnálom, séf. Úszik benne. Sütök egy újat. Kezd újra! Már is, séf. Mi a francot műveltek itt? Elnézést, ez anyagság! Gyerünk! Miközben Adam újabb adag branzinót süt. Semmi gond, újra kezdem, nem lesz gond. Oda állt a vörösek konyhájában T, beugrott a húspultba, hogy segítsen Sarának talpra állni a bárány és Wellington kudarcból. Vágd ketté. Jaj, ne már. Azt mondtad, vágjam ketté. Jaj, ne, nyers maradt. Felvágtad, nyers volt, és visszatetted a sütőbe. Nem vágom tovább, Sarah. Használd a józan eszed. Sarah, nem bízunk benned, mert nem lehet otthagyni egyetlen pultnál sem, hogy egyedül dolgozz. Két csirke, két bárány. Meddig tart? 2 perc, séf. De mindent felvágtál. Csak félreértés volt. Büdös francba. Sarah kicsinált minket. 4 branzino és 2 csirke. Készen leszel a 2 csirkével? Ott vannak. Még 2 kell, utána rendelték, ugye? Srácok, lehet, hogy meg lesz a 2 csirke, 2 bárány, amikor kérem? Igen. Gyerünk! Bárányhoz köret! Az ablakban. Ott van. Ez meg mi a franc? Te jó ég! Hölgyek, gyertek ide! Mindannyian! Állj! Jó? Állj! Mi történik itt? Nagyon remélem, hogy ez csak egy vicc. Kóstoljátok meg! Kóstoljátok meg! Mi jut eszetekbe erről? Túl sok a fokhagyma. Rengeteg! Ezt a bárányt vágtátok fel, mert nem volt készen. Már is besötétedett, és túl szivacsos a csirke. Amikor ott van Sarah, aki nem tudja, mit csinál, és Christine, aki szétcsúszott, akkor mit is akarunk itt? Hol van a fejem? Hol van? Hol a fejem? Hol van? Hol van? Jöjjön ide mindenki! Már az utolsó fogásnál tartanak. És nézzétek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asztal van még. Egyszerűen nem értem. Ki innen? Tűnés! Veszítettetek. Hé, választhatok ki 2 embert magatok közül. Mellesleg a kékek fejezik be. Rossz olyanokkal dolgozni, akik utálnak. Oltári szívás. Kék csapat, gyertek a vörös konyhába! Igen, séf! Irány a vörös konyhába! Igen, uram! Ez az, gyerünk, gyerünk! Amikor azt mondta, menjünk a vörösek konyhájába. Forró, forró, 7 perc a 2 Wellingtonnak! Az elképesztő volt. Megszálltuk a konyhájukat. Mint Normandiánál. 10 lazacot kérek! 10 lazac rendel! Már a sütőben van! 2 bárány, 2 csirke! 6 lazac bent van! 4 perc! Gyerünk, srácok! A branzino készen van. Szép munka volt. Ez volt az első eset, hogy a másik csapat fejezte be az egyik munkáját. Adam, szép volt. Szép volt. Szép munka, fiúk. Minden adaggal jobbak leszünk. Mehet ki. Az igazság pillanata, te jó ég. Bocsi, nagyon finom. Szép volt, Adam. Kösz, fiúk, jók voltatok. Örülök, hogy együtt dolgozhatunk. Jól van, végeztünk. Rendben, most mi legyen? Akarsz mondani valamit? Tudom, hogy ez szintiszta bukás volt. Ez a pokol konyhája. Koncentráljunk a konyhára. A húsok nem sikerültek. Ezt nem értem. Szervezetlenek voltunk. Mintha elfelejtetted volna, hogyan kell főzni.
A fenébe tudom, mit csinálok. Franciaországban tanultam, de küzdeni fogok Ramsay séf előtt. Nem akarok hazakullogni. Nem csak a hússal volt gond. Christine, a köretnek 4 perc kell, sőt, egy profi konyhán csak 2. Valaminek mindig készen kell lennie. A risottót azért főztük újra, mert rossz volt a rák. Alison túlsütötte a rákot. Ez befolyásolt valamit? Nem szóltál, azt kellett volna. Ez volt Christine második hibája. Megkérdeztem tőle, hogy menni fog-e, mert együtt kell dolgoznunk. Ez még az elején volt. De ha látod, hogy valakinek nem megy, mondd azt, hogy jól van, oké, tűnj el az útból, majd átveszem. Ez így működik. De Christine-nek nincsen olyan átható hangja. Hogy szavaztok? Ezt nincs kedvem meghallgatni. Ez roppant kínos. Megan, ki az első jelölt és miért? Sarah-t választottuk. Leblokkolt. Nem hiszem, hogy szépít majd. Nem képes rá. Ki a második és miért? Christine Schaaf. Úgy érezzük, hogy a köretekre 2 perc is elég, és mindig készen kell lenniük. Ez így igaz. Sarah, Christine, lépjetek előre. Christine, miért kellene itt maradnod? Az utolsó alkalomra sokat fejlődtem. Tudom, hogy fejlődök, és sokat tanulok. Bebizonyítottam, hogy mit tudok. Vezető vagyok, és van önbizalmam. A bárány körete bűzlött a fokhagymától. Ez hogyan történt? Ezt elnéztem, sajnálom. Meg kellett volna kóstolnom. Sarah. Lesüllyedtél és vitted a csapatodat is. Nem akartál segítséget kérni. Honnan ez a nagy büszkeség? Ez nem büszkeség volt. Ma már megpróbáltam segítséget kérni. És nem sikerült. Így igaz. Ki nem segített? Tudnom kell. Senki sem. Amikor feltakarítottuk a cserepeket, kértem, hogy segítsenek konnektort keresni, de senki sem válaszolt. Utál a csapatom, Schaaf. Szerinted a férfiakkal jobban főznél? Tudom, hogy velük jobban menne. Szerinted jobban főznél a kék csapatban? Igen, Schaaf. Nehéz dönteni. 2 ijesztő teljesítmény. A kieső játékos. Sarah, vedd le a kabátodat. Sarah, nem győztél meg. Nincs erre időm. Köszönöm. Jó ét. Nehéz úgy főzni, hogy a többiek nem törődnek veled. Ezek a nők nem támogattak, és én nem álltam ki magamért. Ez egy életre szóló lehetőség volt, de elszúrtam. A teljesítménye magáért beszélt, és nem tudtam szépíteni. Nem értem. Találjátok ki, hol hibáztatok, és hogy ki az, aki győzelemre tudja vezetni a csapatot. Mert ha legközelebb is ilyen teljesítményt nyújtotok, akkor egynél többet szavazok ki. Na, húzzatok innen. A piros csapat jobb formában lesz Sarah nélkül. Ám a verseny egyre élesebb. Szedd össze magad, vagy tűnj el! Azt teszem, amit eddig is. Vezetem a csapatot és főzök is. Ragyogóan teljesítek, és jó esélyem van rá, hogy megnyerjem a versenyt. Úgy érzem, alábecsül a csapatom, de nem igazán érdekel, hogy mit gondolnak mások. Én győzni jöttem, és ennyi.
Sarah azt mondogatta, hogy tanulni jött. Bal szerencséjére nem tanoncokat keresek, hanem vezetőket. A pokol konyhája következő részében... Mi történik itt? A 10 szakács egyike meghökkentő módon lép ki. Te jó ég! Jó ég! A sorozatban egyedülálló módon. Hú! Ilyet csak horrorfilmmel látni. Az lesz az, aki elveszíti a hitét? Mi a franc ez? Miért kell velem ezt tenni? Vagy aki elveszíti a fejét? Csak csinál tovább, Ellison! Lesz... Tehetetlen vagyok. Vagy aki az őrületbe kergeti Ramsay Schaeffert. Ezt nem fogadom el. Miért és hogyan történik mindez? Mi a franc folyik itt? Kiderül a következő részben. Ez volt a legrosszabb teljesítmény. Most már nem lehetünk jóban. Egy botrányos. Őt fogom okolni, és őt, és őt. És sztárokkal teli részben. Nézzétek a vendégeinket, ezt érdemlik? Nem, séf. Ez a pokol konyhája.